Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket, önök a Pécs TV sportműsorában. Három fotós hírt láthatnak a hét eseményeiből, és egy rövid összefoglalót a beindult diáksport életről. Tartsanak velünk! Hétfőn a Baranya megyei edzőképzés programjaként bemutató edzést tartottak a Verseny utcai PVSK stadionban. A vasutasok fiataljaival gyakorlatban is megmutatta Róth Antal és Tihanymári László a holland futball edzés mintáját. Az érdeklődő edzők írásos tájékoztatót, gyakorlati példákat kaptak, és kérdéseikre is válaszoltak az illetékesek. Második fotós hírünk helyszíne változatlan a PVSK labdarúgóinak házatáján. Egy a hét közepén lezajlott eseményről láthatnak most képeket. A PVSK Dombóvár mérkőzésről szerdán telefoninterjúban kapcsoltuk Dárdai Pált, a csapat edzőjét, aki beszámolt a részletekről. Mint ismeretes, a Vasút 1-0-ás félidő után 2-0-ra győzött a Dombóvár ellen, és ezzel megerősítette az elsőségét az MB2 Dráva csoportjában. Dárdaiék még veretlenek, a következő fordulóban pedig vasárnap a Baracs otthonába látogatnak. Jó hír, hogy a város újra országos sporteseménynek adhat otthont. A Magyar Rock'n'Roll Szövetség vezetőségi ülésén bejelentették, hogy a pécsi IPS Fordan Egyesület ismét megrendezheti az országos bajnokságot. Erre november 25-én a Pote aulájába kerül majd sor. Ide kapcsolódó információ, hogy szeptember 16-án 9 órától ingyenes aerobik napot tartanak a Fordán mozgásstúdióban, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Fennállásának 10. évfordulóját ünnepli a pécsi futballklub. Csütörtökön a civil közösségek házában megrendezett beszélgetésen a 10 év sikereit, eredményeit értékelték az egyesület vezetői, Murai János a PFC volt elnöke, és Peti Csaba a csapat edzője. Bemutatták a Becsületes Játék Alapítvány gondozásában megjelent Zászló a szélben című könyvet. Beindult a 2000-2001-es tanév diáksport szezonja. Az atlétikával kezdtek az iskolák. Beindult a diáksport szezon, és 12-én kedden a Várkői Ferenc stadion egy hangyabolyhoz volt hasonlatos. Tehetségeket kutattak. A testnevelő tanár fölmérheti, hogy kik azok a gyerekek, akikre számíthat az idei tanévben, az atlétikai versenyeken, kik azok az ügyesek, gyorsak, és itt ki lehet válogatni a gyerekeket, de itt látok edzőket is, akik megnézhetik, és itt lehet utánpótlás után nézelődni, keresni tehetségeket, azért is tehetségkutató neve. Sok gyerek feltűnt már itt, és tehetséges sportoló lett belőle. Június 21 és 24 között itt lesz az országos döntője, tehát azt jelenti a labdajátékok, meg az összes labdajátéknak a negyedik korcsoportban, ami a 7.-8. osztályt jelenti, azt jelenti, hogy röplabda, kosárlabda, kézilabda és nagypályás labdarúgás, kis és nagypályás labdarúgás. Összesen kb. 800 gyerek lesz itt, és most elmondok, hogy az egész országot képviselik, mert aztán az ország minden területén bejutnak erre a csapatok az országos döntőre. A mi felelősségünk az, hogy elvigyük egy ilyen tehetségkutató versenyre, aztán egy másik felelős szakember itt megnézze, lássa őket, és a gyermeknek a mozgását megítélő ajánlatot tegyen arra, hogy milyen klubnál ezt a sportágat, itt konkrétan az atlétikát csinálhassa. Ezen a tehetségkutató versenyen két szám szerepel, egy rövidebb sprint szám, a kicsiknél 60 méter, a nagyobbaknál 100 méter, és mind a két korosztály számára egy hosszabb 800 méter. Eddig is csökkentett óraszámmal dolgozunk, hiszen volt már valamikor, amikor 3 testnevelés óra volt, most csak 2 van, ez alá már nem fog csökkenni. Nem kell különösebben motiválni őket, ők szeretnek nagyon futni, és nagyon szívesen jönnek az ilyen versenyekre, és örülnek, hogyha győzhetnek. Itt az eredmény fontos, mert ez tehetségkutató, de a részvétel is tulajdonképpen. Hát nálunk olyan kis gondok vannak, ugye, hogy nincsenek szöges cipők, például így azok az iskolák, akiknek erre több pénzük van, azok nagyobb eséllyel, mondjuk egy ilyen 60 méteres futáson nagyobb eséllyel indulhatnak. De azért mi is megpróbálunk ugye fölvenni velük a versenyt. Az Éles Diákolimpia a jövő héten beindul. Szeptember 19-én 9 órakor a csapatbajnokira kerül sor. Itt a hétvége, tehát programajánló. A sok kulturális esemény mellett rengeteg sporteseményre is sor kerül a városban. Nézzük meg, hogy mit láthatunk szombaton. Az öreg fiú kosárlabda torna lesz a Verseny utcai PVSK csarnokban 10 óra 30-kor. Női kézilabda, a pécsi társi a Goldberger fogadja, a helyszín pedig a Lauber Dezső sportcsarnok 15 órakor.
A PMFC NB1-es labdarúgóihoz a ZTE látogat, a cél a biztos győzelem. Budó Gálát láthatnak, ha szombaton kilátogatnak a Kossuth térre. A kerékpár szerelmeseinek is ígér valamit a 16-a, a Pécsi Napok kerékpárversenyt rendezik, a rajt az ifjúsági ház előtt és 10 órakor. Motoros kör és ügyességi versenyt figyelhetnek a Pláza parkolóban. Orfű a hétvégén kétnapos vitorlás versenynek lesz a házigazdája, Regatta néven, és már csak a jó szelet várják a rendezők. A PVSK társi vízilabda csapata is vízbe száll szombaton, ellenfelük a Cegléd pólósai. A helyszín pedig az Abai Nemes Oszkár uszoda. Utánam következik a Sportinfo, megköszönöm figyelmüket, a viszontlátásra.